thoughts are too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest. Hát sziasztok, lányok! Ma csütörtök van, és érkezésünk óta ma van az első nap, hogy így elővettem a kamerát, és láthatjátok rajtam, hogy nemrég szálltunk ki a medencéből. Főztem magamnak egy kávét, és arra gondoltam, hogy egy kicsit leülök és videózok nektek. Nem tudom, hogy mennyire látszik így rajtam, de kicsit úgy érzem, hogy életünk egyik legjobb nyaralásán vagyunk, ami azt jelenti, hogy most már a gyerekekkel is nem olyan a nyaralás, mint amikor picik voltak, és folyamatosan 200%-ig figyelni kellett rájuk, és gyakorlatilag egy pillanatra se, nem hogy nem pihenhettél, de hogy a szemünket se vehettük le róluk, mert a vízbe fokozottan kellett rájuk vigyázni. Nathan nagyon-nagyon szépen megtanult úszni a víz alatt. Igaz, hogy még ott kell állni mellette, hogyha esetleg nem tud hirtelen feljönni, akkor meg tudjon kapaszkodni. De hogy látjuk a fényt az alagút végén, és ez a környezet, ez pedig olyan, amit hát először érzek olyat, hogy például ezért a helyért, ezért az apartmanért, ezért a környékért így simán otthagynám a lakásunkat, és úgy, ahogy van, elcserélném. Ha lehetne, nyilván nem lehet, meg nem is lenne logikus, és csak így mondom nektek. Na de, miért is vettem elő a vlogkamerát ma? Arra gondoltam, hogy csütörtök délután, most már 3 óra van, eddig igazából minden nap egyik medencéből átmentünk a Balcsiba, aztán vissza a másik medencébe, és így tovább. Ezen kívül elmentünk egyszer így bevásárolni, itt sétálgattunk egy kicsit, és semmi egyebet nem csináltunk, este itt pihentünk, minden nap grilleztünk, és ez a feeling is nagyon-nagyon tetszik, hogy a gyerekek szabadon futkoshatnak, játszhatnak, jó nagy a tér, jó nagy a medence, van itt ilyen kis játszótér az udvarba, szóval, hogy így nagyon-nagyon-nagyon komfortos minden. És ezáltal nem titok, sokkal kevesebb a veszekedés, mert hogy nem egy helyre vagyunk így összenyomorítva, és csak egyszerre mozoghatunk, hanem például a nagyfiam már simán mehet medencézni egyedül is, mert hogy bőven leír a lába, és ő tud úszni. Illetve itt az udvaron is kényelmesen játszhatnak. Ők vannak hárman fent a galérián, tök jól el vannak este is, beszélgetnek, nevetnek, mi meg jövünk ide még a férjemmel este ide a teraszra, és beszélgetünk, és hogy így annyira, de annyira, hát nem tudom elmondani nektek, de hogy brutálisan jó és pihentető most ez a nyaralás. Én évek óta nem éreztem így, abszolút nem voltunk, szép helyeken voltunk, nagyon-nagyon jó helyeken, és nagyon szép apartmanokban, és gyönyörű kilátással, de ezt az érzést, hogy ami így most itt van, a tér, a komfort, az, hogy van mosogatógép, az, hogy van mosógép. Bibionéban, ahol tavaly voltunk, az is gyönyörű helyen volt. Nagyon jó volt az apartman, gyakorlatilag ott voltunk a parton, de minden egyes fürdés után kézzel mostam ki mind az ötünk ruháját, mindenki után kézzel mosogattam, és azért a nagy része az időnek elment azzal, hogy pakoltam, homokot söpörtünk, meg stb. Itt a porszívó, itt a mosógép, itt a mosogatógép, bepakolok, kipakolok, és gyakorlatilag megvagyok. És ez nagyon-nagyon jó, itt a klíma, nincsen meleg, nincs olyan hőség, mi tudjuk szabályozni, úgyhogy ez így nagyon-nagyon jó. Na, és akkor rátérek arra, hogy ma miért álltam neki így ebből a hatalmas komfortomból, ami amúgy nagyon ritka, mert hogy aki itt van régebb volt a csatornán, ti tudjátok, hogy én valóban olyan csatornát igyekszek fenntartani, ami őszinte. És őszinte a nehézségekbe, őszinte a szarságokba, őszinte azokba, mindennapi dolgokba, amik együtt járnak az élettel, legyen az a munka, legyen az az anyagiak, legyen az, nem tudom, a párkapcsolat, a gyerekek, a minden egyéb, akár a tágabb család, hogy én igyekeztem mindig úgy mutatni ezeket a dolgokat, ahogy valójában vannak, és most csak őszintén tudom azt mondani, hogy most ez így nagyon-nagyon jó. Na, szóval ma arra gondoltunk, hogy elmegyünk Keszthelyre egyet sétálni, bemegyünk a belvárosba, és még van egy-két olyan dolog, amit megígértünk a gyerekeknek, általában minden nyaraláson kapnak. Jaj, beleakadt a szemüvegem. Jaj, nagyon sütene a hajamba, vagyis a hajam a szemüvegembe.
Szóval minden nyaraláson kapnak általában egy valami kis apróságot, valami játékot, amit szeretnének, ami értelmes, és ami egy kicsit így erre a nyaralásra emlékezteti őket. Nem mondom, hogy konkrétan mindenhol, de nem tudom. Például a Kanári-szigeteken, ahol voltunk, ott Pokémonokat kaptak, mert hogy azt szerették volna, rengeteget játszottak vele otthon, Milán pedig egy mest szeretett volna, azt kapott. Most egy másik szemüveget szeretne, ez még mondjuk változhat. Milán és Nathan meg egy ilyen kis vonatot, és én is kinéztem egy rucit, amit szeretnék úgy megvenni. Egy kicsit a ruhatáromat is alakítani szeretném, mert mostanában valahogy nem érzem annyira jó választásnak a saját ruháimat, és van egy csomó olyan, ami úgymond már valóban elhasználódott, és akkor szeretném így emlékekhez kötni ezeket, és hogyha találok egy-egy ilyen helyen, valami olyat, ami úgy gondolom, hogy belepasszol az én gardróbomba, akkor azt konkrétan úgy készülök, hogyha találok, akkor azt úgy megveszem, és úgy hozok pénzt magammal, meg ilyenek, úgyhogy egyet várost nézünk, kezd helyen, aztán bemegyünk még a Tesco-ba, amúgy minden áldott nap grilleztünk, ami külön tök jó dolog, mert hogy így anyai szemmel, aki általában mindig csinálja otthon az ebédet, a vacsorát és minden egyebet, ez most itt, ebben az egy hétben minden nap úgy ment, hogy én a gyerekekkel fürödtem, vagy játszottam, vagy tollasoztam, vagy beszélgettem, csak itt a férjem pedig grillezett, és gyakorlatilag kész vacsora várt engem is minden áldott nap, és a gyerekeket is, és gyakorlatilag utána nem az volt, hogy még mosogattam fél órát, bepakoltam a mosogatógépbe, szóval, hogy így nagyon-nagyon, ez most annyira egy eltalált dolog volt, pedig tavaly úgy éreztem, hogy akkor idén nem jövünk már nyaralni, tavaly voltunk háromszor, és egy kicsit úgy elég volt, nem volt annyira olyan, mint ahogy nem is, hogy a helyek, hanem rengeteget veszekedtek a gyerekek, de hogy rengeteget, és ez így egy kicsit rányomta a pecsétjét a dolgokra, és nem egy, nem két ismerősöm volt, akivel beszélgettem erről hasonló korú gyerekekkel, hogy olyan szintű veszekedések voltak, hogy az csak, na úgyhogy úgy éreztem, hogy nem csak mi vagyunk ezzel egyedül, most viszont úgy érzem, hogy egy kicsit fordult a kocka, és hogyha olyan helyre megyünk, mi valóban mindenkinek ad egy jó nagy teret, lehetőséget, és nem vagyunk annyira összezárva, és nem utazzuk át a fél világot, és nem töltünk egy egész napot úgymond repülőn vagy autóba, hanem választunk egy közeli, és mégis jó helyet, akkor ez tök jól is tud alakulni, úgyhogy nagyon örülök, az időnk is végig nagyon jó, tegnap hullámok voltak a Balcsim, az az egy, ami hiányzik így a tengerhez, meg az óceánhoz képest, hogy ott ugye a hullámok brutálisak, itt nincs, viszont tegnap fújt a szél, úgyhogy az is volt, úgyhogy megkaptuk ezt a full maxos komfortot. Na, megiszom a kávémat, összeszedem a kis csapatomat, és indulunk Keszthelyre, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. It breaks in my heart. It's raining down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. I know you don't wanna face it. You think it's too late, but I can see past the rain. Won't you lay it on me? Turn the page and burn. Let's make up a big bonfire on the beach with the stars as our lighters and throw our problems in the flame. Throw our problems in the flame. We fell down to the bottom. Get over this. I see the smoke in the mirrors. I'm holding the key. One step away from salvation. You're like the ocean setting me free. Out in the open, I'm picking up speed. No bad thoughts penetrate. Hold me like this is the first time.
our destiny calls, not leaving this incomplete. Won't you lay it on me? Turn the page and burn it. Let's make up a big bonfire on the beach with the stars as our lighters, and throw our problems in the flame. Throw our problems in the flame, and throw our problems in the flames. Ooh, throw our problems in the flame. I get a little bit breathless, my thoughts are too big. Can I get some comfort, please? Na, megpróbálunk egy kicsit várost nézni a gyerekekkel. Itt a Festetést kastély. Ez az első megálló. Haszta! Mit találtatok? Hú, micsoda pálmák! Eljöttünk megnézni a kastélyt, és az a megállapodásunk a gyerekekkel, hogy először is város nézünk, és remélhetőleg jól viselkednek. Eddig nagyon úgy tűnik, amúgy totál élvezik. Első olyan alkalom, hogy úgy ők is élvezik a városnézést, kastélyt, templomokat, az utcákat, nem tudom, ezeket a helyi kis különlegességeket. És hogyha ezzel megvagyunk, akkor elmegyünk oda. Van egy ilyen bevásárló központ, ahol kinéztek egy-egy játékot maguknak, és azt megvesszük, úgyhogy szerintem ennyi kis lefüzetés vagy zsarolás totál belefér. Itt a két Matyi mögöttem. Azt szeretnéd? Én azt, hogy még sétáljunk. És te jól viselkedtél? Tényleg? Anya is így gondolja, szót fogadtál? Tényleg? Amikor kértük, hogy maradj itt apával, akkor itt maradtál? Akkor szót fogadtál? És ezen kívül jó fiú voltál? És milyen játékot szeretnél? Te mit kentjük? All I need is true, and I'm falling, calling. Na csajok, az első vásárfia, vagy hogy mondjuk, mehettek alá, persze. Megvettük méghozzá Zolinak egy napszemüveget. Mondjátok, hogy jár?
Régóta keres már napszemüveget, olyat, amiben látsz, és valóban jó, elég kritikus ebbe a témába. Viszont most talált egy nagyon-nagyon jót, egész normális áron, és ehhez a városhoz fog kötni. Legalábbis, ha ránézel a napszemcsire, az fog eszedbe jutni, hogy ilyen idillikusan sétáltál a családoddal Keszthely főterén, ugye? Igen. Amúgy tényleg. Hú, micsoda pára. Most tegyük ideálni. Na csajok, visszaértünk Balatonverényben, megértük a Tesco-t, vettünk hotdog zsemlét, meg ilyen lilahagymát, meg ilyesmit. Igen, Emma kapott spéci bóvárcemüveget. Én is megpróbáltam egy-két rucit, te meg igen, azt látták. Megmutathatod. Igen, ezt választotta Milán. Nathan meg egy kommandóztettet, Emma pedig egy spéci búvár szemüveget. És én is vettem magamnak egy búvár szemüveget. Akkor katonai, jó. Na gyertek, gyertek, megyünk oda. És még lejövünk egyet sétálni ide a Balatonpartra, aztán megyünk grillezni, meg ha még nem lesz olyan túl hideg a medence egy pillanat, akkor még fürdünk egyet este.
That's right. De milyen volt? Nagyon jó. Na ne ficsankózni. Ú, de jó meleg a vízben. Itt aludni a tűzön. Amúgy aludhatok a vízben? Hát nem. Valaki szokott aludni? De egyszerű voltunk? Igen.